Viszkok Tibor mindenhol ott van. Is. Sziasztok. Kapáskupa. Hello. Van megint kamerázik. Hát persze. Már köszöntünk a fiadat, be sem mutatott, szégyed magad. Bemutatja. Na, hello. 10 éves. Fiam pedig. 10 éves. Bemutatja magát 10 éves. Én nem járom be a pályát, minek járjam be? Hát te nem neked mondom. Ja, hát nekem mondtad. De úgy mondom, hogy én kellem bejárni a pályát. Ja. Egyet kell felrakni. Van egy sáskettő. Vedd le, légy szíves. Már nincs jó, oké. Okay. Talált jobb gazda állat, gazda testet, mi? Köszönjük után gyorsan az indító állomáson, és akkor már indulunk is. Barna, lesz hozzáfűzni valót neked is? Ennyien vagy. Mondom közben, és akkor elindulunk, és lesz akkor itt a ticiáj. Tehát az indít állomáson, vagy a rajthelyen a betódus ugyanaz lesz, mint tavaly. A Tibi el fog mondani mindent a pályabírók, a Bogár Tibi a indulással kapcsolatban. Beszámol három, és a piros a lámpa, és zöldre fogtok indulni. A sárga? Igen, és zöldre fogtok indulni, tehát az fix. Így van, és akkor indul az óra. Van manuális időmérés is, illetve méri a berendezés is. Hogyha ott valami vicce lenne, akkor a manuálisnak az idő eredménye lesz számítva. Na menjünk, fussunk, fussunk! Gyere Barna, csapassak, csapassak! Én is végig fogok menni egyszer a pályán, szerintem egy bizonyos szakaszon, Romettal. Vagy Romette, kapagépen hagyjál, mert bedarálom magamat. Szóval mindenki figyelj a párát, itt megindulsz egy 20 egyenes, hirtelen bal, vigyázz cikis, kicsit dzsuvás fogod. Ebben még tegnap, ebben meg szilva. De hát üres. Most már üres. Tessék, felveszünk, hogy a mester öltözik. Erről felszerítek majd, és akkor ezzel indulhatok is tovább. Mi lesz a mai menü, bagoly? Egy az RTL klubnak lesz, ugye? Egy az RTL klubnak. Felveszik ilyen gyorsítottban. Igen. Lemegy a fókuszba. Nem mondod. Ilyen nagy sztár lettél. Hagyjál már még a műhelyemben is. Igen. Ráadásul azért hozzáteszem azt, hogy ezek üresek is műanyagok, tehát valószínűleg valamit pattognak, és lesz olyan hely, ahol valószínűleg lesznek egy infekciót, de ott lehet pattogni fog. Hát egy kapát. Egy kapá. Arra gondoltam, hogy egy gumicsizma, és akkor ló ki egy kapá. Ja, helyes, tök jó, és ráadásul könnyű is. A gumicsizmát nem kell megfaragnod, mert itt valakinek lehúzzuk a lábáról. Levágom valakinek a lábát, mert az már faragás. És egy kapát. Beledugunk egy kapát, az kész. Ez rázató, de a hivatalos megnevezése szopató. Itt átmentett nagyobb lendülettel, nagyon kell figyelni a hordókra, mert az pattogni fog. Elég keményen, tehát, és utána menni az szórakozóhoz. Igen, az. Már látható, hogy kicsiként fel van áztatva a talaj, és hogy észreveszitek, itt a fű is csúszik, mert vizes, tehát az első körökre azért lesznek meglepetések. Egy finom 16 éves rés. Jó, mi adunk az egy látványelem, idén is egy kicsit. Egy 50 éves körökre. Igen. Megvan, nem? Igen, ennyi. Szignóltunk egy csak is a helyeket emlékszem. Érdemes lesz elgondolkodni, hogy ki hogy közelíti meg. Ezt lendületből is megoldható, csak arra kell figyelni, hogy lehet, hogy akkor földtörői pályára állsz a végén, mert a gépnek nincs olyan súlya, hogy szóval RTL Klub. Jó van. Lesz olyan. Mire a végén lehet. Az egyik résztvevő. Odani a konnektor, ott van az órán. Odani a konnektor. Röfi az űrből. Jól van. Jól van. Szevasz. Ferike. Igazi Röfike. Csak megrendelten a Tilának az élő meg. Válaszot. Kié?
Néni szájba, vagy húszkarna, vagy valami. Nem tudom, de sovány bazd meg, nem? Elég sovány. Hát ebből max csontleves leddel csinálni, vagy mit? Ha mi lesz ebből? Lehet, hogy kergetni kell a malacot? Vagy levágjunk. Ez a te csajod. Ma éjszakára ez a te csajod. Csaj ez egyáltalán? Igen, csaj. Neked mindegy. Te így tudod? Én nem tudom, én pesti vagyok. Te így alá nézel. Milyen gumis vagy, te alá nézed, azt már tudod, hogy milyen. Biztos már volt veled, azért ilyen soványban összenyomtad. Szia, Röfi. Nagyantal Gábort és utána pedig Kóbor Lászlót. Nagyantal Gábor már kidőtült a pályabevezető szakaszára a Hondával, ami azért nem egy rossz kép. Az akkori sikereken felbújtunk. Üzenzük a sapkákkal. Tombola. Mit? Jobb van, ti szeret. Ja, jobb a programok. Lángos, kürtös kalács. Jékör, felismertek, hallod? Felismertek. Odalé van hot dog. Házi lángos, kürtös kalács. Hát szerintem én a hot dogra rámegyek, mert úgy látom, hogy megy sült kolbász. Azt nem láttam még. Ott van a házi lángos. Kolbász nem, azért mondom, mivel az nincsen. Van fánk. Ufánk. Nézd csak, ott is van izé. Hot dog, sült krumpli, limonádé, ásványvíz. Meg home, home dog. Na mi legyen? Hot dog vagy home dog? Én eszek a sajtos tejfölös. Oké. Okay. Én már reggeliztem. Sörre az szerencsés vagy. Várj, ott azok micsodák? Az a kerti budi. De az a két kocsi, az meg csak ilyen izék? Ja. Ja, hát akkor ott nincs kaja. Jó a buli, csak sok a köcsög, mi? Jók a programok. Jók a programok. De hol a Jani? Még nem ér ide, most nem jön? Viszont a boltos te nem indul a Jani, vagy mi van? Nem kell jó vágy, mert rámegyek, azt nem csinálom. Nem akarok. Gondolod. Nem? Elég nagyon szépen eljárt minden. Nagyon klasszul. Kíváncsi vagyok, hogy elárasztod. Szevasztok, vadak. Egy komoly kérdésem lenne, melyik a jobb a stíl, vagy a Husqvarna? Mindegyik jó. De miért? Hát meg kinek mi a jó? Hello Jani! Nem látta a sok. Na, János! Ott vannak, egy Audi-val, meg egy BMW-vel. Itt van, akit kergettetek! Kapnak egy kapagépet és irány mögöttek. Úgy van mögöttek. Na, mit kell tudni a gépről? Full eredet, itt semmi, ez gyári. Mint például benzin van benne? Értem, tehát akkor full gyári Volkswagen elmehet olyan, mint a Volkswagennek az egyik fiasi bármiben jó. Igen, az a különbség, hogy ezt tudom, hogy fogom nézni, hogy ma nyárság újra a Volkswagen, hogy látom, hogy jól legyen szép átérő. Most fogod adni kövére? Igen, nem. Ja, a falunk. Hát évében ez alatt az ember alatt egy részesztetet van. A Brixesetnek köszönjük az utolsó pillanatban történő kiegészítést, egy gázkart kaptunk, mert itt a Geri, ami volt rajta, azt megadta magát. Még a kérdésem.
A kérdésem az, hogy hogy fogod rögzíteni a hordókat? De tavaly nem hordó volt. Értem, átírja az, ez a, le van szarva. Jó, hát figyelj, hajrá, sok sikert alapban. Viszont itt óriási tempóra érkezik a versenyző. Neki már csak a sérülés van hátra. Annak meg jól is áll. Mi a másik versenyző? Mi a vélemény? Mi a vélemény? Jó fok a program. Nagyon. Hallod, úgy dobtad el azt a papagépet, amikor megérkeztél a szalagból. És most jön az ember próbáló feladat. Ez jó egyetlen is lesz. Ő jó egyetlen is lesz. Változésen keresztül átkezol szépen. Húzol a húgyúgy. Jó egyetlen is, de jó alkoholista. Így van. Nagyon szép. Este szoktad már kívánni a sőt? Nem csak este. Akkor megmagyarázod. Az alkoholizmussal egyetlen egy probléma van, ha nem tudjátok finanszírozni. Na, 25-ös hajszámban a versenyző a színpadon kinyomott kukinra álló motorral, Bújtos János, a teljesen gyári eredeti kis tuningos géppel, ami az átvitelt esett meg, és a hordók rögzítését leszarja. Készüljük fel az indításra. Hajrá, Jani! Ötről! Mit a csónak motor én mennél? A végtelenbe is tovább! Nem fékezünk senki kedvéért! Az égszín. Igen, van erő benne, bazd. A tempó írva. Ennyel a tisószat távolna, Jani. Láthatjuk a versenyen azért itt dübörögnek az események. Balázs 41-es rajtszámú traktora behörrend. Ez a traktor ma már, vagy ez a gép már egyet ment, tehát tulajdonképpen őben benne van a rutin. Fűrészmániások ismerik a pályát, a rendezvény egyik fő támogatói, és tulajdonképpen ők is jó indulatú őrültek, akik ezt a Rudi Kapa kupát teljesen, teljes szívből, teljes lelkesedéssel csinálják, de mintha valami nyűg lenne abban a traktorral. Nem húz a kapagép. Ajjaj, és ez nem túl jó, hogyha lendület nélkül megyünk neki a kavicságynak. Igen, többen megjegyezték, hogy ez a kavicságy ez nagyon lájtos lett idén. Igazából. De a verseny szervezősége és a rendezősége mondta, hogy a jövőre 3 méter mélyen kiássuk. 45 méter lesz benne méterenként. Nem tudom, hogy hol a szél. Let's go.
oda fel. Kicsit ilyen van kell hangja van ennek a traktornak, ez a... Ez a fény visszaverő heveder itt a rendezőségen, ez mi a ló? Kösz van mindenem. De hol van? Telefon érni. Többen mondták, hogy a benzinkap kinyitása az nagyon pozitívan befolyásolja a gépreindulását. Egészségtelen megyen nagyon. Ott valami dudulás lesz, hogy a lázmozgató rugazat az valami szétperget neki. Rics motornál, majd a tekünkszegnyés, az egyik motor, de átfaladt a rugó, és nem tudott oda a gázt, amit kellett. Amikor átoltad, akkor játszott a gázzal. Ez megérteni kell, megérteni kell. Semmi, de ahogy kell lehet. A gép egyébként igen, egybe van. Kész fotó volt, meg egy sajtos tejfölös. Kamera. Szóval. Aztán ennyi. Olyan, mint ez a Men in Black-ra az agy kisütő, nem? Mindjárt a 13-as kutatja. Tiszteletem Szellő úr, remélem szólíthatom Istvánnak. Antoniáról érdeklődnék, hogy jöhet. Na, a vázat azt te csináltad? Bonyhádi fiatalasszony volt valamikor. Az így van megcsinálva? Nem, Barcsi. Miben leszel különben? Mi a véleményed a gumisokról? Tök jó. Még egyelőre nincs véleménye majd. Te hogy nem indultál? Oké, látom a lefogadást. Nem férek föl ilyen üzékkel. Gratulálok. Hát sok sikert kívánok a 13-as kulcsot szerintem. Úgy gondolom, hogy hallottam mindenki, hogy erre van most szükségünk. Azt szeretném még egyszer kérni, és egy 13-as kulcsot, mert a variátornál valamit meg kell húzni, ami ki van akasztva, mit tudom én. Most viszont nagy szükség lenne rá. Köszönjük a segítségeteket. Mi legyen? Legyen szombat. Szombatra. Tibi egy varázsló. Engem írt a nagy fejemet. Tényleg semmi hideg nincs. Jég a kuba tud meg simogat, meg nyalogat, ne jég a kuba. Videózzám! Vibbe sincs a hideg? Hát ott onnan hoztuk ezt is. Nem volt túl hideg. Ne fogd meg! De lehet, hogy van hideg víz, vagy hát most nézd meg. Neked kell van? Nem szabad, engem nem szabad kamerázni. Nem szabad megfogni, mert az hozod. Hozod egy vizet nekem? Engem meg nem szabad kamerázni. Most is jó. Szerintem sem most is jó. Szólj rá, hogy ne kamerázzanak. Na, akkor ne kamerázz. Engem nem szabad. Te figyelj, az a baj, hogy ez hangot is vesz fel, és este már föl leszel a YouTube-on, azt ugye tudod. Akkor följelentjük is fel, jó? Jó, hogy jelentsetek. Hanni meg akkor. 18 év alatti. Semmi szó. Engedd el. Ne kezdjétek el. Na is te hágyon. Nagyon jó volt, hogy megismerkedtem végre a fiadat, tök jó fej. Jó legyen. Köszönjük, ciao. De tényleg. Olyan, mint te, kajakra. István, szia. Örültem. Már kommenteltem. Igen. Na, szia. Jó. Ma azt, hogy föltett, hogy mi készül itt? Sehoz írtál? Oh, igen, Szellő István interjú. A CD-i főverve egy izérak. Köszönöm, Isten álljon. 51-es sorozat. De nem az utolsó. Nagyon szépen köszönöm mindent. Akkor majd rádiózom. Fatera szent a béke? Ja, mert én majd apmára úgy összolgítanak. Mindenki. Legyen bazd meg, apád. Igazatok van, igazatok van. De el kell tőle viselni mindent. A gyerekként mi a fasz? Mennyi minden szart elvisel tőle. Alig várom már, hogy ennyi idős gyerekem legyen, mint én. Azt is nyírni fogom bazd meg. Aha, talán meg gyógyszeren fogsz élni majd bazd meg. Tuti. Nem, csak azért megérjem azt, hogy ő mit érez. Aha.
Ne várjad! Jaj, hallom! Igen. De... Igen? Azt mondtam, a bolytának mész volt a legnormálisabb szöke. A legnormálisabb szöke. Szia, Antónia! Kap be! Mi mentek? Igen. Ja, azt hiszem, hogy csak én... Megyünk. Jöttök akkor azt mondanám, hogy kérek két puszit. Jöttök linoleumra? Linoleumra? Nem tudom, mert meglátjuk. Nincs messze. Ha lejött egy fehér gyarmatra, sokkal köve sokkal közelebb van. Hát fehér gyarmatra csak az egyről a vállat volt én, aki lementem. Hát nem is értettem, hogy mi a szart keresel ott. Világ végén volt. Az és csak világ? Mentél, és csak mentél, és mindig mentél, és mindig mentél. Fú, a végén már nyomtam neki végén. A végén 180-an mentem, csak bazd, hogy mondom, érjek oda, geci. Az... geci messze van. Az annál szarabb, mert csak szeghalom. Mert... meg tudom érteni a románokat, hogy mit művelnek az autópályán. Én nem. Jó, így. Én... a bazd meg az nagyon messze van. Tudom, ugye vagy? És akkor onnan még hol van román? Hát a román határ. Vagyis Zajtán laktam, tehát onnan 20 kilométer. Még? Igen. Na, szóval azért az kemény. Na, köszönjük. Ezt tényleg akartam menni. Ciao. Szia. Mindig vonattal. Hello. Köszönünk mindent. Ciao. Megitták a sörödet, mert nem mentél rá, látod? Tiszteletem. Hello. Hello, szia. Csapatkozzál már a kollégákhoz, mert neked olyan van. Nekem van olyanom? Várjál, hát beállok. Várjál, baszki, hát azért vigyázz. Jön a Feri is, Feri. Én bimbo. Bimbo is kell mutatni? Azt így. Álljál már ide. De várjál, ne elő vagy közül. Már tiszta nedves a bimbom, csináljátok már ezt a képet. Csak a bimbo nedves. Megvan? Oda néz, húzd be! Oda néz, 8. utas a halálba, az meg tudod, él ilyen. Meg vagyunk, többi nem számít. Örültem. Megyünk persze. Megyünk. Mindenkitől elköszöntem? Nem, Attilától nem van. Betonkeverőt vigyel. Domázzal a hettesbe volt itt. Na Isten áldjon férfi. Hova néz ma? Hazafele. Nem maradjál már senki, nekünk ott. Nem, megyünk. Mi hirdet is várjátok már meg. Nem nyertünk semmit, megyünk. Na most a stombolata. Azon se indulunk. Nem is kérted? Na csáó. Tartsd egybe a... uradat. Na, akkor majd... Végül engem egybe tartani. Hát, mert láttam előbb. Egy órája. Csáó. Szia. Szia, 80-as. Gyertek a linoleumra. Én megyek. Barátok. Két barát. Néha belőlük azért sobna. Ha megyek, akkor csendes magány. Nem is értem, miért pedig aranyosan. Ugye? Te se, én se néha. Na, sziasztok! Na, gyertek, csajok! Na, ez volt az idei kapa, meg a kupa.